Kedves nézőink, egyre több minden szól az apákról, és arról, hogy milyen fontos szerepük van egy gyermek életében. A témával kapcsolatban vendégem Puskás Tivadar. Jó estét! Szia, Pusi! Hát ugye erről beszélni egy olyan híres színésszel, mint te, lehet, hogy a nézők felkapják a fejüket, hogy nincs más témánk, pont az apaságról kell beszélni, de mi mégis elsősorban azért hívtunk ide, hogy erről beszélgessünk, ugye nem csak te vagy híres, hanem például Peti az egyik fiad is, tehát az ő kapcsán is sokan tudják ugye a köztetek levő nexust, és mégis azt gondolom, hogy már így felnőtt gyerekek tulajdonosaként, apaként talán egy picit könnyebb helyzetben vagy. Milyen volt akkor, amikor még csak növekedtek? Be tudtad tölteni az apai funkcióidat mindig? Igen, azt hiszem, hogy először is egy nagyon nyugodt kisfiú volt. Tehát ő megszületett és békésen üldögött bárhol, ahová leültettük. Soha nem volt igazán konfliktus vele, tehát hogy nem kellett félteni, nem csinált marhaságokat, úgy élt el, nagyon császárra született lehet, hogy emiatt, hogy nyugodtan jött a világra, már az ő szempontjából. Az iskolát is rendesen sportolt, tanult tisztességesen, szóval olyan édes, aranyos kisfiú volt, és hát velünk volt a színházban állandóan, tehát jött és ott tanult velünk. Ugye mindannyiunknak megvannak a különböző szerepei, de gyerekek vagyunk, szülők, munkatársak, egy kicsit tulajdonképpen ugye hasonlítunk a színészekhez. Te magát ezt a fajta életbeli szerepedet, az apai szerepet, ezt hogyan tekintetted? Természetesen vagy egy kicsit hasonló módon, mint az összes többi karaktert, amit esetleg nem, ez természetesen. Tehát én először is nagyon szerettem a gyerekeket, mindig is. És most is imádom, és hogyha most megtehetném, akkor lenne még 3-4. Bár most már kislányokat szeretnék. Van egy nagy lányom, aki már 40 éves, ugye két fiam, és két unokám is, két lány unokám, belük nem olyan szoros a kapcsolat, mert nagyon sokat vagyok távol. De hogy én ezt természetesnek tartottam, ráadásul a mi időnkben ez az is természetes volt, hogy az ember korábban nősül, mint manapság, hamarabb jönnek a gyerekek, a családot alapít, egzisztenciát teremt, tehát és ez olyan természetes folyamat volt nálam. Tehát én arra törekedtem, hogy családom legyen, szerelmem legyen, családom legyen, gyerek legyen, és jól éljünk, és boldogan. Hogy látod most a gyerekeid kapcsán? Nyilván ők megélték gyerekként azt, hogy te milyen apa voltál, de mondjuk kérnek tőled tanácsot abban, hogy ők szülőként hogyan tudnak majd legalább olyan jók lenni, mint amilyenek ti voltatok a nejedben? Nem hiszem, hogy tanácsot kérnek, inkább példát látnak. Tehát ők pontosan látjuk, hogy hogy bánunk velük, hogy okítjuk őket, hogy vigyázunk rájuk, mennyire törődünk velük, a mai napig is pedig, hát már azért felnőtt emberek mindannyian. De nálunk minden nap van kapcsolat, tehát minden nap beszélünk, mind a 3 gyerekkel, minden nap elmondjuk egymásnak, hogy szeretjük egymást, tehát biztosítjuk arról, hogy nem múlik el. Tehát az aggodalom, a féltés, a gyönyörködés, ez mindig bennünk marad. Ők ezt látják, szerintem ők is így működnek, és milyen érdekes, hogy látom is, hogy bánnak a gyerekek, mert ők, a két fiú az például csinált egy gyerekkórust, ahol ők szponzorálják tulajdonképpen az egész kórust, ahol családok eljöhetnek és énekelhetnek. És látom, hogy milyen szeretettel bánnak a gyerekekkel. Nyilván ez azért van, mert otthon is ezt kapták. Nem volt nagy kényeztetés egyébként, és nem is volt soha abból vita, hogy valamit ők akarnak, vagy nem akarnak. Ha tetszett valami, és megtehettük, akkor megkapta, és hasznosnak láttuk, de ha nem láttuk hasznosnak, akkor nem valószínű, hogy megkapta. És nem is tört ki botrán soha ez ügyben. Tehát mindig tudomásra vették a dolgokat, de nyilván a mi higgadtságunk kellett hozzá, meg a mi hozzáértésünk, hogy bánunk velük. Nyilván nem ugyanaz a helyzet akkor, amikor valakinek most születnek gyerekei, vagy most 10 évesek, tehát tényleg nagyon nagyot változott a világ, és azt mondják, hogy a világunk egyik rákfenéje az, hogy az apák valahogy mint a hiányoznának a családokból, és nem csak azért, mert mondjuk szétesnek, vagy válás miatt kerülnek esetleg távolabb a gyerekeiktől, hanem olyan módon szaladgálnak a mókuskerékbe, hogy mikor hazaérnek, akkor már ugye nem tudják betölteni gyakorlatilag az apai funkcióikat. Tudnál valamiféle tanácsot adni azoknak, akik, vagy valamiféle, nem is tudom, receptet, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit csinálni? Én szerintem talán az első recept, hogy én egy elvált ember vagyok. És amikor elváltam, és a kislány a feleségemnél maradt, nagyon fontos volt, hogy megegyezünk abban,
hogy a gyerek nem szenvedhet attól, mert mi elváltuk. Neki ugyanazt a szeretetet meg kell kapni, mind a két részre, ugyanazt a támogatást, ugyanazt a törődést. Tehát itt kezdődik az egész, hogy nem lehet csak a saját életünkre gondolni, hiszen én is az apukám példájából, ugye a szüleim példájából élek. És amikor jöttem pint, arra gondoltam, hogy amikor 56-ban kimehettek volna és nem mentek ki, és én emlékszem rá, hogy ezt megbeszélték, hogy nem, mert itt van a család, stb. Nem. Nekem is volt lehetőségem egy időben, amikor kimaradtattam volna, és összenéztünk a feleség, és azt mondjuk, nem hagyjuk itt a családunkat. Mm. Tehát az összetartozás, a család, a hol született, az, ez mind nagyon fontos az életünkben. És ezt szerintem csak erre kell gondolni, hogy és ki a támasz? Mindig azt mondom a fiaimnak, mikor szigorú vagyok velük, mert még a mai napig is az vagyok, hogy kell egy kontroll. Én vagyok a tiszta kontroll. Nekem nincsenek érdekeim. Én tudom, hogy szeretjük egymást, de én tudom azt, hogy nem mindenki azért beszél veled szépen, vagy azért beszél rosszul, mert igaz a dolog, hanem azért, mert hamis. Mert veled akar lenni, vagy nem akar lenni veled, és valamilyen kis csavar van a dologban. Én mindig azt mondom, hogy kell egy felnőtt kontroll. És ezért azt ajánlom, hogy nagyon, tehát a gyerek nagyon fontos, hogy legyen, azért legyen apa, anya, hogy pontosan tudja, hogy kire támaszkodhat, kitől kaphat igazságot. És ha mondjuk mások bántják a gyerekeidet, vagy kritizálják esetleg, nyilván főleg a művész szakmában, ugye ez teljesen természetes, hogy érik kritika, akkor mi az, ami elsősorban benned ilyenkor megmozdul? Az, hogy megvéded, vagy esetleg megvizsgálod, hogy mennyire igen, volt reális? Természetesen megvédem. Az a legelső. A vizsgálat az is kell, de az ember ismeri a gyerekeit. Ha jól ismeri, akkor pontosan tudja, hogy mit miért csinált, vagy hogyan csinálta. Vagy hogy mit tett érte. Tehát mi pont azért, mert ilyen világban élünk, látjuk, hogy nagyon sokszor csak a felszínt látják, a bulvár részét. Az, hogy mögötte milyen iszonyatos tartalom van, hogy én milyen büszke vagyok arra, hogy a két fiam meg a lányom olyan iszonyatos munkát végez ahhoz, hogy sikeresek legyenek, hogy ez ritkaság. Tehát, hogy ezért azért nagyon megdolgoznak, nagyon sokat tanulnak, nagyon sokat képezik magukat, nagyon sokat adakoznak, nagyon sokat törődnek azzal, hogy ne csak egy lábon álljanak, hanem több lábon is megállnak. Ezt felszínesen nem tudják, tehát olyankor mindig mérlegelem, hogy ki mondja és miért. Ugye Peti van elsősorban a Rivalda fényben, sokszor még együtt is álltok a színpadon, itt például a Nyíregyházán is konferáltatok, az milyen érzés, amikor együtt álltok? Hát nagyszerű. Hát meg én gyönyörködöm benne. Hát olyan, ő nagyon, nagyon kedves, nagyon tiszteletű és nagyon értelmes fiú, rendkívül kultúrált, és olyan boldogsággal nézem azt, ahogy szövi a mondatait, ahogy gondolkodik az egészről, ahogy átlátja, és azt a jó indulatot, ahogy áll a világ felé. És hogyha valaki mélyében utána néz, akkor rajta látszik az, hogy mennyire törődik az emberekkel, az állatokkal, egyáltalán a jövőképpel. Azért ez jó dolog, amikor az ember hátra tud egy picit dőlni, és azt tudja mondani, hogy hát igen, jól csináltuk. Mert... Igen, nem akarok súlyos dolgok mondani, de néha sokszor azon gondolkodunk, hogy mi mindent elkövettünk, és nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogy ők haladnak előre. Tehát szép lassan kihátrálhatunk az életből, nem szeretnénk még 40 évig, de hogy jó sínre raktuk őket. Nagyon picit azért beszélgessünk a Móricz Zsigmond Színházról, már csak azért is, ugye, hiszen már több mint nagykorú vagy itt Nyíregyházán, már 19 éve itt vagy. Hát igen, 2000 óta. És rengeteg szereped van, és most ugye erről az évadról, vagy a korábbi évadról, vagy akár a Meseautóról is beszélhetnénk, ami még mindig nagyon-nagyon igen, sikeres. Most az Oscart játszom éppen. Igen, ugye látjuk most már óriás plakátokon, igen, és ott igen. Díszeleksz. Mire vagy most, vagy mit szeretsz most a legjobban játszani? Hát most pont ezt a kettőt nagyon. Tehát a Meseautót is, meg az Oscart is nagyon szeretem. Mind a kettő egy annyira szórakoztató darab a néző számára, és ennek olyan jó részese lenni, és hát hála Istennek fő részese vagyok a szórakoztatásnak, hogy írtó boldoggá tesz. A játék öröme is, meg az a kacaja, amit hallok, meg az az öröm, meg a végén az a siker, meg az, amikor az utcán megálltunk, és azt mondjuk, hogy nagyon jól szórakoztunk, hogy érdemes volt megnézni az előadást. Hogy alakul az évad? Gondolom, hogy dolgozgatsz még, igen, és aztán a nyár. Igen, most a Manót próbáljuk, Csehov Manóját. Az 12-én lesz, azt hiszem, a bemutatója, ha jól emlékszem, április 12-én, és aztán már csak játszani fogok tulajdonképpen évad végéig. Nyáron még lesz itt a Szabadtéren, meg Kisvárdán egy-egy előadás, meg
Üres egyházszám. Tehát szabadtéreken fogok játszani. Igazából nem nagyon tervezem már, hogy dolgozzak. Én nagyon szeretek otthon lenni. Lehet úgy otthon lenni, hogy utazgatni a feleségemmel, meg a gyerekek koncertjeit követni, tehát menni velük. Ezeket nagyon bírjuk. Szóval nyáron szeretnél egy kicsit apa is férj lenni. Igen, teljesen megértem, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves nézők, mi pedig maradunk a színháznál. Gáspár Tibor színművész volt a Bencsvilla Több szemközt című sorozatának legutóbbi vendége. A művész több éven keresztül ugye a Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja volt, akit számos nagyszerű szerepben láthatott a nyíregyházi közönség. A beszélgetésből, amelyet Kovács Dénes vezetett, az is kiderült, hogyan lett színész a tornatanárnak készülő szentesi gimnazistából. Milyen helyet foglal el Nyíregyháza az ön életében, az ön szívében? Egy életem férfi korának csúcsán mondhatom, 9 évet töltöttem az önök városában, ahol nagyszerű előadásokat csinálhattam, nagyszerű kollégákkal, rendezőkkel, csodálatos közönséggel. Mi sem bizonyítja jobban, hogy tavaly a Vidoron itt voltam, tehát nem az idei Vidoron, hanem egy évvel előtte, és mikor bejöttem, a Miskolc előadás volt a színpadra, játék a kastélyban, nyílt színi taps forgatott, nagyon meglepődtem, annyira meglepődtem, nem számítottam rá. Tehát Nyíregyháza, ahogyan én ide kerültem, az is egy fontos, csodálatos dolog volt, de hát most hosszú, azt nem akarom elmondani, Tasnádi Csabának köszönhetem. Ugye az ember nincs mindig fönn, van lenn is, mert hogyha nincs lenn, akkor fönn sincs sosem. És egy ilyen időszakban hívott a Tasnádi Csaba egy próba, hogy próbáljuk meg együtt, csináljuk meg az Üvegcipőt. 9 év lett belőle, úgy sikerült a próba. Tehát én ezzel elmondtam mindent Nyíregyházáról. Nagyszerű kollégák, barátok vannak, jó művészek, csodálatos a város, nagyon szépen fejlődik. Most autóztam egy kicsit, hamarabb érkeztem körbe. Hát mondjuk a csúcsforgalom az csúcsforgalom itt is, de szóval én nagyon sokat kaptam tőle. Ebből jött ez a következő Miskolci, ahol már 7 éve vagyok, hogy önöktől elmentem. Ezt is Nyíregyházától kaptam, hiszen itt találkoztam azokkal az emberekkel, akik engem hívtak oda. Tehát sok mindent, sok mindent. Magánélet, közélet, művészi élet, mindenben. Melyek voltak itt a legkedvesebb szerepei, hogyha lehet egyáltalán így sorolni ezeket? Júj, most itt hirtelen. Nagyon nehéz kiválasztani, mert itt töltött 9 évem, minden évadában volt egy, de legalább 2, amit nagyon szerettem. Hát a legelsőt azért mondom, mert ugye már az említett Üvegcipő, Molnár Ferenc Üvegcipő, Sipos úr, ahol megismerkedtem a társulattal és a közönséggel, és úgy éreztem, hogy nagy sikere volt, és megszerettek, amiből aztán itt a többi. Hát aztán itt a Lér király, Glosterktől kezdve, Biderman gyújtogató, akkor a Csárdás királynő Feri bácsi, szóval most hirtelen nem is jut eszembe több. De már ez is, ezek mind olyan, számomra olyan emlékezetes előadások, remélem a néző számára is, ami egy életre meghatározó. És meghatározóak a filmek is az ön életében. Mennyire állnak közel önhöz a filmek? Nem tudom, hogy tudják-e, de én 45 éves koromban kezdtem el forgatni, most 62 leszek. Tehát nem olyan sok ideje. Igazából férfi korom csúcsán kerültem a film szakmába. Talán így is volt jó. Mint a jó pálinka, sokáig értem, és így eltalált, és hát sikerült jól megoldanom az első feladatokat, amiből aztán jött az összes többi. A filmszínészet, a filmgyártás nagyon-nagyon jó dolog csinálni, fárasztó. Természetesen ott is a cél, hogy az ember embertáblázoljon, a színész, más eszközökkel, más körülmények között. A filmezéstől sokat kaptam, visszaadott a színpadi létezésemre is. Személyesebbé vált a színészetem talán, mélyebbé vált a színészetem, amire szükségem is volt bizonyára. Tehát én a világ legszerencsésebb embere vagyok. És azt hiszem, hogy a nézők is szerencsések lesznek, mert hamarosan egy új sorozatban, a Béres Józsefről szóló sorozatban láthatjuk majd. Erről el lehet árulni már valamit, pár napon belül kezdődik. Igen. A sorozat szó manapság az... legalábbis nekem nem mindig jelent jót. Én inkább 4 részes tévéfilmnek mondanám.
és valóban szombaton 23-án este 8:30 a Duna TV-n lesz az első. Bevallom, tegnap éjjel megkaptam e-mailbe az egész 4 részt, és megnéztem, nem bírtam ki. Hát mondhatom, hogy itt, főleg itt a Nyílségben, ahol Béres József otthonosan mozgott, Kisvárda, a Nyíregyháza, ez az ő világa. Óriási megtiszteltetés, hogy erre fölkértek. Nem is kasztingoltam, egyből azt mondták, hogy te vagy az, mert úgy látjuk. Tehát erre mondtam azt, hogy én szerencsés vagyok, mert megértem valamire. Hogy valaki 60-61 éves korában egy ekkora főszerepet eljátszon, ez egy isteni ajándék, hiszen a filmek nagy részét fiatalok játsszák, ott az ember csak egy apa, igazgató, mafia főnök, tehát ilyesmiket játszik már. Itt pedig a 20. század utolsó harmadának talán legnagyobb magyarját, mint egy Széchenyi. Egy akkora emberrel ajándékoztak meg, hogy megközelítsem őt, és valamit ebből tudjak mutatni. Nagyon ismerős volt nekem Béres József, vidéki ember, mint én, földszagú ember, mint én. Természetesen a tudományos részét azt nem annyira tudom, csak nagy vonalakban, de az ő emberi sorsát, az ő hányatatott életét, meghurcolás, az ő kitartását, álhatatosságát, ezek mind ismerősek nekem, és nagyon remélem, hogy szeretni fogják az én Béres Józsefemet is. Biciklivel a Madarasi Hargita csúcsán 1800 méter. Ezzel a címmel posztolt a közösségi oldalra Tamás Pál nagyon különleges képeket, aki vendégünk. Szia, kellemes estét, vagy jó estét itt körünkben. Hát se bicajt nem hoztál, se pedig fényképezőgépet. Most kivételesen nem, szia, de azért az edzés megvolt ma délelőtt, szóval nem telik el nap vagy hét kerékpározás nélkül. Azért ez egy nagyon különleges dolog, hogy te ilyen csúcsokra jutottál föl. Mikor kellett elkezdeni edzeni ahhoz, hogy ilyen magasságokba repítsen a kerékpárod? Ahhoz önmagában egy edzés volt ez a hargitai tekerés, bár lehet, hogy nem a legjobb időszakot választottam, mert még vastagon hó volt a tetején, felfelé mondták is többen, hogy nem jó ötlet. De nagyon szuper volt. Nyáron készülök több versenyre, és ennek apropóján mindent megragadok arra, hogy tudjak edzeni. Illetve az elmúlt években volt egy-két olyan nagyobb célom, amit sikerült megvalósítani, amihez komoly felkészülés kellett. Sikerült, és... Mi volt hamarabb, a kerékpár vagy a fényképezőgép? A kerékpár volt először. Én 2000 és 2005 között versenyszerűen kerékpároztam. Terepmaratonok, közép- és rövidtávú versenyek, ez ilyen 50-70 kilométeres távokat jelent. És 2005-ben, amikor ennek a csúcsára értem, akkor megnyertem a magyar bajnokságot, és ott dönteni kellett azután, hogy hogyan tovább. Akkor a fotózás egy hobbi volt, de azt választottam, hogy fókuszáljunk a fotózásra, és a bringa maradjon meg hobbinak. De nem bírtál nélkül élni. Nem. Vagy nem is akartál, gondolom. Hosszú leállás volt. Tizen pár évig szinte nem is kerékpároztam, majd egy jó másfél évvel ezelőtt tervezgettem régebben volt egy nagy álmom, körbe biciklizni Magyarországot, de valóban úgy a határán, a szó legszorosabb értelmében. Próbáltam hozzá keresni társakat, megterveztem az útvonalat, persze senkinek nem volt jó sem az időpont, sem a táv. Ez hány kilométer? Ez 2145 kilométer volt. Gondolom, hogy már akkor meg is tervezted, hogy mennyi idő alatt kellene ezt a távot végig kerékpározni. Igen, ez meg volt tervezve, és évekig ez így el volt téve a polcra, hogy majd egyszer megcsinálom. És másfél évvel ezelőtt valahogy így bevillant. Egyébként pontosan emlékszem, Gergely Ugarnyán voltam egy baráti társasággal, és régen nagyon sokat kerékpároztam arra, és az érzés így előtört belőlem, egy kicsit nosztalgikus emlékek, és azt mondtam, hogy na jó, akkor most, ha nem jön senki, akkor én egyedül megyek, és nekivágok. Tehát ez volt az, ami újból elindított ezen a vonalon, és hát azóta aktívan teszem. Na hát akkor egy picit mesélj erről, mert azért azt gondolom, hogy ez egy nem mindennapi élmény volt az életedben. Igen, ez egy fantasztikus élmény volt, és nagyon örülök, hogy egyedül vágtam neki, bár az elején tartottam tőle, hogy ez hosszú idő, és soha nem voltam még ennyit egyedül, de nagyon jó döntés volt, és egy olyan
ívre fűztem fel, hogy kezdtem a túrát Garbolcon, Magyarország legkeleti pontján, és az északi határ mellett indultam Felsőszölnökre, ami a Magyarország legnyugati pontja, majd onnan a déli határ mellett vissza. Nagyjából úgy próbáltam felépíteni a napokat, hogy beleférjenek a környék látnivalói, bár tényleg szigorúan tartottam magam ahhoz, hogy csak is a legszélső úton, és nem megyek kijebb, beljebb, hanem valóban a kontúron tekerek, de nagyon-nagyon sok gyönyörű dolgot láttam, és tényleg én sem gondoltam, hogy ennyi gyönyörű helyet tartogat a határszéle. Ugye nyilván itt nem kerékpárutakról volt szó elsősorban, hanem gondolom, hogy akár közutakról is, vagy kisebb mellékútakról, tehát még sajnos az ország nincs olyan jó helyzetben, mint itt Nyíregyháza. Mennyi cuccot kell ilyenkor összepakolni? Tehát mit vittél magadtal? Nagyon tanulságos volt, rendesen túlpakoltam. Tehát amikor készültem, akkor mindenből tartalék, több ruha, ilyen-olyan felszerelés, és menet közben derül ki, hogy valójában mire van szükség, és mire nincs. Két nagy táskát raktam hátra a kerékpárra, és hát szerintem a felétől lejjebb egyikbe sem mentem. Úgyhogy ma már fele annyi felszereléssel indulnék neki. És mennyire lehet egyébként kizárni ilyenkor a fotós lelkületet? Hiszen ugye egy-egy pillanat szerintem, legalábbis amikor az ember turista, akkor gyakorlatilag egy órás utat 3 óra alatt tesz meg azért, mert hogy közben ugye kattingat, hogy megmaradjon az örökké valóság, meg az a sok-sok élmény. Te hogy voltál ezzel? Hiszen ahogy említetted, rengeteg gyönyörű helyen jártál. Ez most könnyű volt, csak mobiltelefont vittem, ami abba belefér, azt lefotózom, ami nem, azt pedig megélem és elrakom az emlékeimbe. Persze voltak olyan szituációk, amikor azt mondtam, hogy ú, de jó lenne, hogyha lenne nálam egy nagyobb fényképezőgép, és jobban meg lehetne örökíteni, de itt most inkább az élményre mentem, és nekem ez a szabadság. Egyébként melyek azok a fotós témák, amik a legközelebb állnak a szívedhez? Ott is ott van a sport egy picit? Ott nem. Nem? Nem, a sportfotó az nem igazán. A riport, a szociográfia, amit akkor fotózok, amikor saját magam számára készítek képeket, olyan témák, amik számomra fontosak. Legutóbb ilyen Kárpátalján készítettem Aknasz Latinán egy településportrét, oda több mint 9 hónapig jártam ki, nagyjából olyan 3 hetente, és az ott élő emberek életét, a település helyzetét próbáltam bemutatni egy fotóriporttal. Nem ma volt, most egy kicsit kevesebb idő jut erre, hál' Istennek sok a munka, új területekbe, új fotózási irányokban próbálom ki magam, szerencsére sikerrel, úgyhogy ez most egy kicsit a háttérbe került, de azért vannak tervek. Az jutott eszembe most itt akkor ennek a kárpátaljai fotós munkádnak a kapcsán, hogy végülis egy picit azért meg kell tanulni, lecsupaszítani mondjuk számodra, akár a kerékpáron ülsz, akár fényképezőgép van a kezedben, a körülményeket. Tehát egy-egy jól sikerült túra, vagy egy fotóért azt gondolom, hogy szinte, nem mondom azt, hogy bármire, de nagyon sok mindenre képes vagy, és akár tényleg kenyéren vízen is el vagy azért, hogy elkészüljön az, amire elszántad magad. Pontosan, tehát ilyenkor az első, hogy az, ami, akár a kerékpárnál, hogy az a kitűzött cél teljesüljön, akár a fotónál, hogy meg tudjam valósítani azt, amit elképzeltem, amit ki szeretnék hozni az adott témából. Igen, hát ilyenkor sok mindennek alá kell rendelni magunkat, viszont ez egy nagyon jó folyamat, akár a kerékpározás is, és akár az ilyen fotóriportok készítése, hogy átgondolja az ember egy kicsit azt, ami körülveszi. Például ennek az Aknasz Latinai anyagnak a kapcsán nagyon nagy dilemmákba ütköztem. Fotóztam kint nagyon rossz körülmények között élő embereket. Tényleg olyan házakban élő Aknasz Latinai polgárokat, akiknek a nappaliának a fele a tetőnek le van szakadva, és úgy él, hogy ott beesik az eső és a víz. És ugyanakkor 2 nappal később pedig Magyarországon fotózok például egy esküvőt, és nagyon nagy a kontraszt, és ezért ezeket így helyre tenni magamban, hogy mit látok ott, mit látok egy másik alkalommal, erre jó a kerékpár.
Igen, egyébként ott ugye szorvány magyarság is van, tehát gondolom, hogy magyar ajkúakkal is találkoztál. Igen. Hát a kerékpáron valóban egy nagyon komoly meditációs folyamatban talán át lehet szűrni egy picit ezeket az élményeket. És mi a konklúzió, amit ilyenkor levonsz? Mi a fontos? A belső értékek. Tehát az, hogy a munkám során hiteles maradjak, és ha például készítek egy ilyen fotóriportot, akkor azt azzal ne elvegyek az ottaniaktól, és ne azt érezzem, hogy esetleg én a képek által kihasználnám az ő rossz sorsukat, hanem a munkám során tudjak adni. És például ebben az esetben, amit az előbb említettem, ez meg is valósult, és az azt követő évre megoldották annak a családnak az elhelyezését egy másik házban, aminek többek között az volt az egyik mozgatórugója, hogy én ott elkészítettem azokat a képeket, és ezzel ott az önkormányzatot felkerestem, és beszélgettünk róla, és ez elindított egy folyamatot. Szuper. Már csak egy kérdésre futtotta az időnket, sőt arra sem, de azért mégiscsak fölteszem, hogy hová kerekezel legközelebb, vagy mi a legnagyobb kihívás most, amit már tervezgetsz? Egy nagy kihívásra készülök idén júliusban, egy 600 kilométeres ultra teljesítménytúra. Ez nem több nap lesz, ez egy alkalom, tehát olyan 30 órán belül körülbelül. Hát akkor nagyon jó felkészülést és jó egészséget kívánunk mind a két területhez, illetve az életedhez is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a hétvégén, ha minden igaz, jó idő lesz, úgyhogy kövessék nyugodtan Tamás Pált, menjenek sportolni, vagy fotózzák a tavaszi nyíló virágokat, mindkettő remek kikapcsolódás és feltöltődés. Nekünk ennyi fért a mai adásunkba, tartsanak velünk a jövő héten is, kellemes hétvégét viszontlátásra!